Nagy-nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Eljöttünk ebbe az évbe is búcsút nyerni a szűzanyához, és kérni az ő égi közbenjárását. Nagy tisztelettel köszöntöm polgármester urakat, polgármester asszonyt, mindazokat, akik eljöttek ma ide velünk ünnepelni. Én arra kérlek benneteket, hogy ma itt imádkozzunk a világ békéjéért. Az ember néha tehetetlen a körülötte való gonosz kísértésében, nem tud más tenni emberileg, csak imádkozni. Aquinói Szent Tamás híres teológus mondta, amikor az ember már nem tud fogalmakban gondolkodni, akkor leborul és imádkozik. Mi is ezen a búcsún tegyünk így, lélekbe idehozom Illés Ali atyát is, az egykori papjainkat, híveket, tagegyesületeket, köszönöm a munkájukat, és imádkozom azért, hogy valóban együtt tudjunk ünnepelni. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jónom, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, élem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Thank you.
Népünket számtalan jó tépeménnyel halmoztad el, Szent István első királyunk rendeléséből, nagyasszonynak és pártfogónak tiszteljük a földön, add, hogy jóságosan, egykor vele együtt örökké örvendezzünk a mennyben, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Sirák fia könyvéből. Jó illatot fakasztok én, mint a szőlőtő, és virágaimból pompás, dús gyümölcs terem. Anya vagyok én a szép szeretetnek, az istenfélelemnek, a hitnek és a szent reménynek. Nálam van az út és az igazság minden kegyelme, nálam az élet és erény minden reménye. Gyertek hozzám, mint akik megkívántok engem, és teljetek el gyümölcseimmel. Mert lelkem édesebb a méznél, és birtoklásom a lépes méznél. Emlékezetem él minden idők nemzedékeiben. Akik engem esznek, még inkább éheznek, akik engem isznak, még inkább szomjaznak. Aki reám hallgat, meg nem szégyenül. Akik értem fáradnak, nem esnek bűnbe. Akik fényderítenek rám, örök életet nyernek. Ez az Isten igéje. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született. Alávetette magát a mózesi törvénynek, hogy felszabadítson minket a törvény szolgaságából, és a fogadott fiúságot elnyerjük. Mivel pedig Isten fiai vagyunk, Isten szívünkbe elküldte fiának lelkét, aki ezt kiáltja, Abba, azaz Atyám. Nem vagy tehát többé szolga, hanem fiú. És ha fiú, akkor Isten kegyelméből örökös is.
Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr veled van, áldottabb vagy te minden asszonynál. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, a boldogságos szűzanyát ünnepeljük ma, és kérjük az ő közbenjárását, mint magyarok nagyasszonyát szólítjuk meg, Magyarország főpátrónáját. Én ma egy gondolatot szeretnék megosztani veletek, és közösen gondolkodni a mai ünnepen. Híres Prohászka Ottokár püspöknek kiragadtam egy részletet egyik írásából. A szeretet döntés. Rajtad múlik, hogyan döntesz. Szeress áldozattal, szeress kifogyhatatlanul. Ne hagyd magadat legyőzni a nehézségekkel, a könnyel, a sikertelenségekkel. Szeress, és jobb lesz a világ. Gyönyörűen fogalmaz Prohászka, hogy a szeretet az döntés. A mai ünnep magyarságunktól elválaszthatatlan. Szűzanyát a magyarok nagyasszonyának tiszteljük, hiszen innen a Szent Istváni múlt, és milyen érdekes, kétségbe esésében döntött Szent István. Döntött a nyugati kereszténység mellett, a pápa fősége mellett, és mikor látta, hogy nincs kire hagyja mindazt, amit alkotott, akkor ő is letérdelt és imádkozott. Felajánlta a magyarságot, az országot a boldogságos szűzanyának. És milyen érdekes! Akiben tiszta a szeretet, Prohászka szerint, azt tud dönteni. Kicsit gondolkodjunk el a házassági hűségnek a méltóságán is. Hányan nem tudnak elköteleződni a párjuk mellett, hányan csak színlelik sokszor a házasságot, hogy együtt vagyunk, de nem köteleződnek el. Miért is? Mert gyenge bennünk a szeretet. A szeretet, ha erős, akkor tudunk felelősen dönteni.
ha a szeretet tiszta, akkor látom meg a döntésemnek a jó következményeit. Így volt Szent István is. Letérdelt, imáiban tiszta szeretettel szólította meg a boldogságos szüzet, s ajándékba hagyományozta az országot, hagyományozta a népet. Rajtad múlik, azt mondta Prohászka, hogy hogyan döntesz. Rajtunk múlik sokszor kicsiben. Mindig a változások, ami érdemleges, általában alulról jövő kicsi kezdeményezések. Ami megváltoztat egy közösséget, megváltoztatja az emberek szemléletmódját. A háború nem csak Ukrajnában van. Itt van a háború sokszor közöttünk, a közösségeinkben, amikor morgunk, elégedetlenek vagyunk, összehasonlítgatjuk egymást másokkal, és mindig elégedetlenségbe azt gondoljuk, hogy a másiknak jobban megy, és elfelejtjük, hogy a szeretet áldozat is. Mikor Prohászka beszél a szeretet döntéséről, akkor tisztáznunk kell, hogy a szeretet az nem pusztán érzelem, hanem a szeretet bizony, testvérek, egy akarati beállítottság. Nekem akarnom kell a másik embert szeretni, az elfogadás szintjéig. Én ezt parancsba kaptam. Mikor Jézus az ellenség szeretetről beszél, nem arról beszél, hogy úgy viselkedjek a másikkal, hogy ki szimpatikus nekem és ki nem, hanem az elfogadás szintjéig tudjam tisztelni az ő személyiségét. Óriási dolog. És ez nem érzelmi döntés az emberben, hanem akarati tevékenység. Nem lehet mindenkit szeretni, én tudom. De normálisan viselkedni mindenkivel lehet. Igen, hányszor a háború itt van közöttünk, szétbomló családjainkban, amikor elveszítjük a közös asztalt, elveszítjük a közös oltárnak az oltalmát, az egységét. Jézus nagyon fontosnak tartotta az asztalnak a méltóságát. Mikor én újmisés papocska voltam, akkor első szolgálati helyemen azt mondta az atya, ahol az asztalod, ott van az oltárod is. Minden pap, minden keresztény az Isten házába otthon van. És ezt az otthon érzését vesztettük el, mert sokszor jelenlétvesztésben élünk. Felületesek sokszor a kapcsolataink, és egymásnak a füle, feje mellett elbeszélünk, anélkül, hogy megtanulnánk a másik ember szívéhez szólni. Hányszor mondták az öregek, milyen jó esett, csak egy kicsi jó szó. Ezt felejtettük el, mert morgunk, panaszkodunk. Szeress áldozattal, mondja Prohászka, szeress kifogyhatatlanul. Amikor a boldogságos szűzanyát az angyal meghívta az ő szolgálatára, hogy az Isten kiválasztotta őt, hogy gyermekének az anyja legyen, tiszta volt a szeretet ebbe az egyszerű zsidó lányba. Mert azt mondta az angyalnak, hogy legyen nekem a te igéd szerint. Ez a döntés bizalomból és szeretetből született. A mi döntéseinket is, ha nem előlegezi meg bizalom, és ha nem tiszta bennünk a szeretet, akkor rossz döntéseket fogunk hozni az életben.
Igen, valahogy a régiek tudtak dönteni. Nem a fogalmakkal játszottak. Mi megint el vagyunk tévedve itt sokszor. Mi kapsz az EON-tól egy levelet, két ügyvédet kell fogad, hogy értelmezd a levelet, hogy mit írtak neked, és mit kéne cselekedni. Én majdnem 11 évet tanultam érettségi után, és nem értem ékes magyar nyelvvel, hogy a szolgáltató mit ír nekem. Elfelejtünk magyarul. Mert mi mindent meg akarunk fogalmazni itt. És elfelejtünk a legnagyobb fogalmazást itt. A legszebb fogalom, a versek, a szép irodalom mind költőinknek a szívébe született meg. És nem filozófáltak, hanem papírra vetették mindazt, amit éreztek, mindazt, amit tudtak az ő belső világukban. Azt mondja Prohászka, hogy ne hagyd magad legyőzni a nehézségekkel, a könnyel, a sikertelenséggel. A felhők fölött, mondja a mondás, örökké kék az ég. Pilinszky János írta egy helyen, hogy aranyhegyen ülő koldusok vagyunk, mert nem becsüljük meg azt, amink van, s azután sírunk, amink nincs. Elfelejtünk, testvérek, hálát adni. Mindig csak kérünk az Istentől, a búcsúkba is sokszor visszük a kéréseinket. De hát nem így volt ez az Úr Jézusnál is. Nem meggyógyította a 10 leprást, és egy ment vissza megköszönni. Ne legyünk hálátlanok. Köszönjük meg az életnek a kicsi apró örömeit is, amik bennünket előre visznek. Sokkal tudom könnyebb meglátni a rosszat a világba, könnyebb észrevenni azt, ahol zavar van, ami nem jó. De vegyétek észre akár a családban, akár a kis egyéni közösségekbe azokat a kicsi jó dolgokat, ami előbbre visz bennünket. És ezért mindig adjunk hálát, mert akinek a szívébe megszületik a hála, abba megint tiszta a szeretet. Mert hálát adni csak azt tud, akinek a szívébe születik meg az. Külsőségekért nem szoktunk hálát adni, csak a belső dolgokért mondunk köszönetet. Szeress, és jobb lesz a világ, mondja Prohászka. Itt magyarok nagyasszonya ünnepén nagyon fontos ez nekünk, hogy szeressük az országunkat, szeressük a hazánkat, mert mi kicsibe felelősek vagyunk. Felelősek vagyunk érte azt, hogy mi a kereszténységből mit adunk tovább. Én ezt nem győzöm elmondani. Általában azoknak tapsol a világ, a sztároknak, a nagy embereknek, és nem vesszük észre a csendben a kicsinyeket, az egyszerűeket, a sérülteket, pedig Jézus nekik hirdette az evangéliumot, hogy megszégyenítse a világot az egyszerűséggel. Minden nagy dolog a csöndben születik, a szív csendjében. Szent István is, amikor felajánlotta a magyar népet, az országot, hogy legyen Máriáé, akkor ugyanígy tett. A szív csendjébe megszületett ez a szándék. A szeretet az döntés. Rajtad múlik, mondja Prohászka Otto kárpüspök, hogy hogyan döntesz.
Én a szívembe ma ezt hoztam ide. Ezt kérem a szűzanyától, hogy tisztuljon az én szívembe is a szeretet. Ne fertőzzön meg a karrier, a hatalom, hanem fertőzzön meg Jézus egyszerűsége. Mert minden, ami nagy dolog, az a szív csendjébe születik. Ezt tudta Teréz anya, tudták a szentek, tudta Szent Ferenc, amikor búcsút mondott a világnak, s ledobta ruháit, hogy még ez se köztse a vérségi kötelékhez, hanem szabadon tudjon dönteni az Isten mellett. Testvérek, nekünk a jövő érdekében szabadon, szeretettel kell döntenünk Krisztus mellett. Szent István erre adott példát, a szentek a szív csendjében ugyanezt tették. Amikor eljövünk búcsút nyerni, és kérni a szűzanya oltalmát, néha gondoljunk erre is. Ma hagyjuk itt a hálánkat is. A szent áldozásban köszönjünk meg mindent, amit a Jóisten nekünk ajándékba adott. A kiegyensúlyozott lelki állapot nem egy happy érzés, hanem döntés az Isten mellett, mert ott van a megnyugvás. És azért nem mindegy, hogy a jövőt hogyan tervezzük, Istennel vagy anélkül, mert nélküle nincsen élet. Ideológia van, filozófia van, emberi béke és megnyugvás nincs. Gondoljatok csak a házi áldásra, amit az öregek kitettek. Hol hit, ott szeretet, hol szeretet, ott béke, hol béke, ott áldás, hol áldás, ott Isten, s ahol Isten, ott szükség nincsen. Hát testvérek, ezzel a gondolattal, amit Prohászka Ottokár mondott számunkra, a szeretet az döntés, rajtad múlik, hogyan döntesz. Legyen így. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a bokrokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk testvéreim a boldogságos szűzanyával együtt nemzetünkért, mert ha ő velünk imádkozik, Szent Fia biztosan meghallgatja a mi kéréseinket. Urunk, te szűzanyádat rendelted egyházad anyjává, az ő közbenjárására tartsd meg szent hitben Ferenc pápánkat, püspökeinket, papjainkat, szerzeteseinket és egész hívő népedet. Kérünk téged, hallgass meg minket! Szűzanyád a világ királynője, az ő közbenjárására add meg, hogy az emberek boldogságban és békében éljenek. Kérünk téged, hallgass meg! Urunk, szűzanyád, a mi nagyasszonyunk és pátrónánk, az ő közbenjárására add, hogy nemzetünk békében és egyetértésben gyarapodjék és boldoguljon. Kérünk téged, hallgass meg minket!
Urunk, szűzanyád, ami édes reménységünk, az ő közbenjárására nyerjen védelmet az erőtlen és az elhagyott, találjon rá az igazságra a tévejgő, és hozzá térjen a bűnös. Urunk, szűzanyád, a mennyország ajtaja, az ő közbenjárására engedd el elhunyt szeretteink hátralevő büntetését, és vezesd el őket az örök életre. Urunk Jézus Krisztus, szálljon fel imádságunk dicsőséget trónusához, szűzanyánknak, égi édesanyánknak közbenjárására, hallgass meg minden kérésünket, ha kélsz és uralkodol mindörökkön örökké. Igen.
téged dicsérjünk, magasztaljunk és áldjunk, mert ő fogadta egyszülöttedet a Szentlélek által, és szüzességének teljes ragyogásában világra hozta az örök világosságot, ami urunkat, Jézus Krisztus. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, imádják az uralkodó szellemek, s az égi hatalmak rettegik. A mennyei seregek az ég erői, s a boldog szeráf kórusok újonva együtt tisztelik. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, s alázatos megvallással zengjük. Te fiad által.
Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, minden örökkön örökké. Amen. Most a Jóisten irgalmát kérve énekeljük a székely mi atyánkot. Thank you.
báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, kik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Thank you.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Boldogságos Szűz Mária, égi édesanyánk, földi életutunkon, szent palástoddal óv meg minket, minden lelki és testi veszedelemtől. Védelmezz és szeress minket, halálunk óráján pedig állj mellettünk. Áld meg otthonainkat, családunkat, közösségünket, kicsiny falunkat, szüleinket, testvéreinket, barátainkat és ellenségeinket. Téríts szent fiadhoz a bűnösöket, békítsd meg az ellenségeket, vigasztald meg a szenvedőket és a bánkódókat. Vedd oltalmadba az árvákat s az özvegyeket, gyógyítsd meg a betegeket, és vigasztald a haldoklókat. Áld meg hazánkat, adj népednek jobb jövőt, jólétet, békét és boldogságot. Szabadíts ki hatalmas közbenjárásoddal a tisztító tűzben szenvedő lelkeket. Engedd, hogy még sokszor láthassuk angyali arcodat, és hódolhassunk szent fiadnak az Atyával és a Szentlélekkel egyetemben, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja, könyörgésünket megnevezz szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz, mi asszonyunk, mi közbenjárunk, mi szószólunk, engedzed meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen. Mária magyarok nagyasszonya, könyörög érettünk, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Segítsen munkátokat,
áldja meg életeteket. Így kérjük most a Jóisten áldását, így folytassuk ma ünnepünket majd a Székelyportán. Örömteli találkozásokat, beszélgetéseket kívánok, kedves minnyájatoknak. Az Úr legyen veletek! És a lelkeddel! Isten, aki a boldogságos Szűz Mária anyasága által küldt el a világnak a megváltás kegyelmét, adja reátok bőséges áldását. Amen! Érezzétek mindig s mindenütt a Szűz Anya segítő oltalmát, hiszen ő által kaptátok meg az élet szerzőjét. Amen! Ma pedig, amikor az ő ünneplésére áhítatos lélekkel összegyűltetek, vigyétek haza otthonatokban a lelki örömök s a kegyelmi javak ajándékát. Amen! A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak s a Szentléleknek áldása szálljon le rátok, s maradjon veletek mindenkor. Amen! A szemmi se vigyetél, menjetek békével.